Köszöntöm a nézőket! Ebben az évben már Nemzeti Kosárlabda Akadémia, a PVSK. Erről fogunk beszélgetni, illetve szezont is értékelünk majd. Első vendégem Máté János, aki a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője. Örülök, hogy eljöhettünk ide, ide nagyon szép pályátokra, és ugye nagyon sok fejlesztés is van most itt a PVSK-nál. Egy picit arról beszélj nekünk, légy szíves, hogy mi változott azóta, amióta akadémiai rangra kerültetek. Most téged inkább a fiú vonalról kérdezlek. Igen, nagyon röviden köszönjük a látogatást, jól esik. Valóban fejlődünk. Nagyon röviden az előzményekről. 5-6 évvel ezelőtt még csak 1-200 gyermek volt a rendszerben, most már közel 500 gyermek van, és 9, hamarosan 10 partneriskola, aminek nagyon sokat jelent. Ez jelenti az alapokat, ez jelenti a fejlődés lehetőségét. Amióta akadémia vagyunk, azóta meg kell felelni plusz követelményeknek, tehát ez nem csak egy nagy lehetőség, hanem ez egy nagyon nagy felelősség is, mind a szövetség elvárásai irányában, mind a gyerekek, szülők egyáltalán a sporták felé. Nagyon szeretnénk, és úgy gondolom azok is vagyunk, akik markány szerepet vállalnak abban, hogy az igazi értelme egy ilyen akadémiának megvalósulhasson, azaz komoly kosárlabdázók kerüljenek ki a jéghegy csúcsánál, vagy a piramis csúcsánál inkább talán, azok nem szoktak elsüllyedni. És természetesen nagyon fontosak mindazok a gyerekek, akik egyáltalán a rendszerbe kerülnek, valamilyen szintre jutnak a játékban. De az igazi értékmérő, a produktivitási mutató az az, hogy hány válogatott és hány igazi élvonalbeli kosárlabdázó kerül ki a rendszerből. Most a mai napon 17 akkreditált, regisztrált akadémia létezik az országban. Én azt feltételezem, hogy az elkövetkezendő évek munkájának a minősége, a produktivitási mutatója fogja majd végül meghatározni, hogy hány akadémia tud érdemben hosszú ideig tevékenykedni a jelenlegihez hasonló jó feltételekkel, mert lássuk be, most azért mind versenyeztetésbe, mind a gyerekek felszerelésének a minőségébe, az edzői bérekbe egy kicsit kinyílott a világ, ennek nagyon örülünk, és ez nem csak a kosabda sportákban, de nekünk is egy igazi nagy lehetőség. Szabadtéri pályánk már létesült egy, még lesz. A kosárlabda csarnokunk gyönyörűen néz ki, még csak az össze tudjuk majd birtokba venni, de nagyon sokat fog jelenteni, és nagyon számítunk rá. Ezen kívül a városban már mi is újítottunk föl csarnokokat, létesül más sportszervezetnek is komoly létesítménye, tehát ilyen szempontból, ami az egyik legfontosabb infrastruktúrális háttér is javulni fog ősztől, ami aztán már igazából egy nagy szanszot ad. Hozzáteszem, hogy az edzőképzés mind a házon belüli, mind az egyáltalán lehetőségnek a legmagasabb szintű mesterképzésen való részvétel, vagy az addig eljutás, vagy a nemzetközi szintű kitekintés, ott bizonyos minősítéseket szerezni. Tehát az edzők szaktudása, az edzők elhivatottsága fogja az igazi, az lesz az igazi záloga a fejlődésnek majd. Hogyan sikerült a szezon a csapatoknak, a fiú csapatoknak? Mondhatom, hogy talán az elvárt szinten a legtöbb verseny, legtöbb korosztályban az országos versenyrendszer döntőihez jutottunk, talán egy korosztályunk az U12 nem, majd megvizsgáljuk az okait, de nem ijedünk meg, nem égünk az aranyérmek vagy egyáltalán az érmek lázában, de nagyon szeretünk a végjátékokban ott lenni, az A vagy a B döntőkben, a Jamborikon, mert az a kényszerítő helyzet, hogy a korosztályok legjobbjaival azért mérkőzzünk meg, minél többször, az még szükséges a fejlődéshez, a képzéshez. Tehát azt mondhatom, hogy mind a gyerekek létszáma, mind pedig az elért eredmények most az úton megfelelő állapotban vannak, a magasabb korosztályokban most már elvárható. 2003-as ugyanis az a korosztály, amit több iskolából tudtunk már kiválogatni, és a fiatalabbak. Innen kezdve, hogy a 2003-as korosztály az U16-os végzős lett, innen kezdve U16-ban is, és a következő korosztályokban is majdnem, hogy azt mondom, hogy elvárás az A és B döntőkbe kerülés, de komoly kísérletet teszünk az U18-as csapatunk megerősítésére is, és az ő képzésükre, hogy ők is megtehessék ugyanezt. Mi a tapasztalat? Az, hogy Nemzeti Kosárlabda Akadémia lett a PVSK, ez egyfajta bíztatás is a gyerekeknek, hogy a kosárlabdát válasszák, vagy maradjanak a kosárlabda mellett? Tehát érezhető már esetleg ilyen pozitív hozadéka ennek? Talán a gyerekeknél később esik le, mert azt sem mondhatom, hogy eddig rossz feltételek között voltunk.
A szülők szemében ez biztos, hogy egy elismertség, de a gyerekek is büszkén viselik, hiszen látják a külsőségekben is, hogy mintha léptünk volna egy fokozatot. Természetesen ő nélkülük ez nem megy, igyekszünk ezt tudatosítani, mind a jogosítványát, az ezáltal keletkezett lehetőséget, de mind az elvárás tekintetében is, hiszen ezeknek a gyerekeknek az augusztus már nagyrészt a korosztályok nagy részének a munkáról szól. Június végéig zajlanak különböző versenyek, illetve táborok, júliusban pedig ügyeletet tartunk, ahol nagyon szeretjük, hogyha minél többen megjelennek, mi a lehetőséget biztosítjuk, hogy az egyéni képzést keretében a meglévő hiányosságot pótolhassuk. Tehát összességében azt mondhatom, hogy a gyerekek, szülők, a sajtó, a támogatók szemében, hiszen a támogatás nélkül nyilvánvalóan más lenne a lehetőségünk, mindenki szemében ez egy minőségi fejlődés, illetve egy bizonyítási tény. Volt már ugye szó az edzőképzésről. Miért fontos az edzőképzés a PVSK-nál? Igen, elképesztő, hogy ennyi gyerekhez egyébként, hogy a legkisebbektől U8, a legnagyobb, sőt óvodában is benézünk majd ősztől, a legnagyobbakig, hogy egy-két edző volt a kezdetek kezdetén, vagy néhány darab, és most több mint 30 edzővel kötünk szerződést. Természetes dolog, hogy aki akár bármilyen jó játékos is volt, egyből nem lesz jó edző. Nagyon fontos, hogy a Kosabda Szövetség a TF-fel együtt és a Pécsi Egyetemmel is karöltve kitalálta a legmagasabb szintű képzéseket, de addig is hosszú út vezet. Tehát még egy tapasztalt és jó játékosból tapasztalatlan edzőből tapasztalt edző lesz, ezt minden szinten segíteni kell, ezért mi havonta, két havonta belső edzőképzéseket tartunk, ahol önmagukat is kipróbálhatják az edzők, vagy tapasztaltabb edzőtársaik által vezetett edzésekből tanulhatnak, de készíteni kell edzésterveket évre, hónapra, hétre, napra, ami mindig egy kis kényszer, és ezáltal azt gondolom, hogy meg a mérkőzések, a visszajelzések, maguk az eredmények, vagy amiket már többször elmondtam, a konkrétan a játékosok milyen szintre jutnak majd fiatal felnőttként, ezek adják azt a visszajelzést, hogy napi szinten kell ezzel foglalkozni, fölzárkozni a világhoz. Úgy lehet, ha a magyar tapasztalatokhoz is igazodunk, a Kosabda Szövetség által biztosított képzési tervekhez, de kitekintünk a világból, és hozunk is ide olyan szereplőket, akik megmutatják az irányt, illetve például, ahogy mi megtehetjük, a Zvezdával kötött együttműködés keretében tavasszal több edzőnk egy hetet ott töltött, nagyon sokat jelent az ő fejlődésük szempontjából, tehát ez egy komplex folyamat, ebben mindenkinek részt kell venni, és úgy gondolom, hogy hatékonyan meg is fog valósulni, de évek kellenek. Az, hogy a PVSK-nak van NB1 A-csoportos férfi csapata, ez motiváló a fiatalok számára? Köszönöm, a legfontosabb és nagyon fontos kérdést érintünk, amiről én ma még nem beszéltem, nagyon-nagyon fontos. Tehát azok a gyerekek, akik ma bent vannak az akadémia bármelyik korosztályában, de előre pillantva azt mondhatják, hogy Pécset halányok is megtalálják a csapatukat, a fiúk esetében pedig házon belül a PVSK keretében U20, ahol több csapatot is indítunk, egy nagyon-nagyon jól szereplő NB1 B-s tiszta fiatalokból álló csapat, a teljes 28 B-csoportos csapat tekintetében 6. helyen végeztek, ez egy nagyszerű dolog, hiszen felnőttként kellett helytállni, és a legügyesebbek, akik a B-csoportban a legügyesebbek, azok már a felnőtt alkeret tagjai, ebből természetesen rendszer folyamatot próbáltunk teremteni, úgy gondolom, hogy ez a folyamat elindult és működni fog. Ez a rendszer kell, hogy fölvegye Pécs városában a működő másik akadémia végzős fiú gyermekeit, mind ahogy mi a végzős lányainkat örömmel adjuk át a pécsi lánycsapatoknak. Tehát a kérdést nagyon, még egyszer köszönöm, nagyon jogos, ez a jövőkép, ez sokat jelent a gyerekeknek, hiszen itt egyetemistává is tudnak válni a gimnázium évek után, és a játékos pályafutásukat ezzel párhuzamosan építeni tudják. Mi lehet a közeli, illetve a távoli célja a Nemzeti Kosárlabda Akadémiának? A legközelebbi, hogy minden korosztályban, amit említettem, hogy az A-csoportos döntőkön, az A-döntőkön legyünk jelen, és minél több korosztályos válogatottat adjunk, és minél több nálunk nevelkedett gyermek kerüljön be először a B, majd az A-csoportos csapatba, tehát pár évre előre tekintve nagyon jó lenne, hogyha aki nem külföldi, mert ugye a külföldi játékos minden bizonnyal mindig lesz az alcsapatban, hogy a magyaroknak a 60-70%-a a Pécsről, a mi akadémiánkból, vagy az itt indult játékosokból álljon. Én köszönöm szépen, folytatjuk majd a beszélgetést, de Máté Jánosnak köszönöm szépen, és sikeres következő szezont kívánok majd. Én is nagyon köszönöm.
Folytatjuk a beszélgetést, ahogy ígértem, de most Tiszai Lászlóval, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia egyik igazgató helyettesével beszélgetünk. Laci, téged inkább a lányszakágról kérdezlek, mert ugye téged mindenki úgy ismerhet, mint Varga Ferenc utódját tulajdonképpen. Milyen volt ez a szezonotok? Ugye a Varga Ferenc emléktornával kezdődik mindig egy szezon nálatok. Igen, most pontosítok, ugye ott a Varga Ferenc emléktornát is már egy kicsit tolni kellett, ugyanis már évelején láttuk, hogy sűrű lesz a szezon. Ugye idén rendhagyó módon ezt az őszi szünetbe tudtuk megrendezni. Milyen volt a szezon, erre nagyon nehéz jó választ adni. Nyilván a sablonok, hogy hosszú és fárasztó, ezt mindenki tudja, ez mindenkinél most már azt gondolom nem is kérdés, ugyanis a kosárlabda is annyira felgyorsult, az utánpótlás nevelés is, hogy már nincs idő szabadságra, nincs idő júliusi szünetekre, hosszú hetekre. Persze van egy-két hét a gyerekeknek is, de gyakorlatilag már a szezonok összeértek, és aki nem zárkózik fel ehhez az erőltetett menethez, az sajnos lemaradhat. Én azt gondolom, hogy erről szó sincs a mi esetünkben, bár hozzá kell tenni, hogy lányvonalon is a most már 5 lánykorosztály, ugye eddig 6 volt, most idénre változott, hogy visszaállított a szövetség 6-ra. Nem jutott minden csapatunk a legjobb 16 közé, de nem gondolom, hogy ez probléma lenne. A szakmai képzés az továbbra is szerintem jó irányba megy. Erre a belső edzőképzők, az edzéslátogatási program és az egyéb fejlesztő programok, beszélgetések jó alapot adnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy sikeres szezonnak mondhatjuk ezt az évet is. De majd, hogy milyen sikeresek voltak ezek az évek, azt majd ugye pár év múltán látjuk, amikor az NB1-be PVSK-s kislányokat, avagy kisfiúkat, nagyfiúkat, nagylányokat látunk játszani. Mennyire telítettek a korosztályok? Tehát azért mindig van szükség még játékosokra minden korosztályban? Igen, erre maximálisan, vagy határozottan igent kell is mondani. Ugye nem csak a kosárlabda van a városban, és a kosárlabdából se csak egy utánpótlást képző toborzó egyesület. Nagyon sok egyéb sportág van, a kézilabdától az egyéb akár terembe, akár termen kívül játszandó sportokig. Majdnem azt mondom, most már tényleg minden túlzása, hogy a szülőszobára kell menni sokszor már a gyerekekért, mert az óvodákban is már nagyon nagy telítettség van. Én azt gondolom, hogy az előkészítő csoportjainkban van még mit fejlesztenünk, ezt ennyi kritikával kell illessük magunkat, de nem gondolom, hogy jelentős problémáink lennének. Nyilván olyanok vannak, amiket orvosolni kell évről évre, hétről hétre. Talán a lányvonalnak egy nagy pozitívuma lehet a következő év, következő szezonban végbe menő városi együttműködés, városi összefogás, ami most még csak így szikráiban vagy csirájában hallottod magáról a sajtóban, de mi bízunk benne, hogy ez tényleg egy irányba fogja terelni az erőket. Az iskolákkal milyen a kapcsolat? Mert ugye az utánpótlás bázis szempontjából azért nagyon fontos, hogy az iskolákkal jó legyen, megfelelő legyen a kapcsolat. Igen, ez a jelenlegi 8 pécsi és plusz a Szent Lőrinci iskolával, én azt gondolom, hogy kiemelkedő kapcsolatunk van. Az idei szezonban egyrészt az akadémiai adminisztratív elvárások miatt is, de magunk dolgos munkája véget is, ha mondhatom így, frissítettük az együttműködési megállapodásokat, tehát mindegyik iskolában jogviszonyunk van, ha mondhatom így. Tehát azt gondolom, hogy nincsen azzal gond, hogy az iskolákban szeretnek minket, ne agyisten nem szeretnek, mindenhol megtaláljuk a közös hangot, de visszautalok, amit az előbb mondtam, hogy a nagyon sok egyéb sportágra való tekintetnek nekünk is hatványozatabban kell jól dolgozni, és még többet be kell menni az iskolába, még többet az osztályterembe, testnevelés órára, tehát ebben még fejlődni fogunk a következő időben. És ugye az elmúlt években mindig volt egy szezonzáró kosárünnep, amit idén is megszerveztetek, megterveztetek, csak sajnos az időjárás közbeszólt, tehát nem volt ilyen idő, mint például most, sajnos. Ez ugye nem maradt el, hanem elhalasztottátok. Mit kell tudnunk erről? Igen, ahogy említetted, ez egy nagyon hosszú szervezési folyamatnak a vége lett volna. Idén az 5. alkalom lett volna feltételes módban, amit a Kossuth téren rendezünk meg, de most az időjárás nem volt hozzánk kegyes. Nyilván szervezésbe se lehetett olyan könnyen összehozni, hogy reggel döntsük el, hogy akkor bemegyünk a Gandhi sportcsarnokba első helyszínként, tehát ott már ugye péntek este elkezdődtek az előkészületek. Most ez így alakult, de nem szomorkodunk, úgyhogy lépünk tovább, és mindenképpen a következő szezon elején meg szeretnénk, és azt gondolom, meg is fogjuk tartani a 6. PVSK kosárünnepet, és 19. júniusában pedig már a 7. abban az évben ugye 100 éves az egyesületünk. Ez a kosárünnep, ez mit jelent, hogyha valaki még soha nem vett rajta részt? Milyen események vannak egyáltalán? Kiket hívtatok meg? Milyen programok lesznek akkor majd szeptemberben?
Az összes versenyző fiú és lánycsapat, kicsiktől nagyokig, tehát a legkisebb előkészítő csoporttól az U20-as, most éppen ezüstérmes csapatig bezárólag mindenki felszokott vonulni, ideértve a fiú felnőtt csapatot is. A maga program az ugye évről évre nem sokat változott, mert ugye adottságaink megvannak, tehát a csapatok egymás között játszanak, vannak bemutató B33-as mérkőzések, vannak VIP mérkőzések, játékvezetők, vezetők, vannak kísérő programok, de annyi titkot azért talán elárulhatok, hogy a 19. júniusában tartandó kosárünnepre szeretnénk azért mondhatni még nagyobb durranást, akár ugye itt a nem sokkal mellettünk lévő új csarnokunk is már eső helyszínként abszolút funkcionálhat, de bízunk benne, hogy azért szabadtéren tudjuk ezt megtartani. Egy nagyon jó kis jamboree szokott lenni. Nyilván nem tudjuk mérni, hogy milyen számok az ott átmenő forgalom a Kossuth téren, de azt gondoljuk, hogy az mindig egy szerencsés helyzet, ha egy ekkora egyesület ott a város szívében ilyen formában meg tudja mutatni magát. Hogyan fog zajlani a nyár? Ugye mondtad, hogy pihenésre nem sok idő van. Igen. Hála Isten sokaknak ugye válogatott elfoglaltság van, akár edzők, vezetők, játékosoknak válogatott programja van, valamint sokan fognak itt a mellettünk lévő pályán pattogtatni, reméljük, hogy nem ilyen nagy melegekben. Évek óta a júliusi ügyeletet tartunk, ez mind a fiú, mind a lány csapatokra igaz, beosztva vannak a korosztályos edzések, és augusztus elejétől, sőt augusztus 1-től, ha talán az hétköznapra esik, most itt fejből nem tudom, ugye folyamatos edzések kezdődnek, és megkezdődik a felkészülés a 18-19-es szezonra. És ugye a közelmúltban is volt egy tulajdonképpen egy barátságos tornátok, erről mit kell tudnunk? Igen, egy U12-es tornát szerveztünk, ez is most már hagyományos. Az U12-es országos bajnokság lebonyolítása úgy zárul országos szinten, hogy egy országos jamboree kerül le bonyolításra, amiben nem a saját csapatok, hanem vegyített, kevert csapatok játszanak egymás között, tehát hogy tényleg maximálisan csak a játék élvezetéről szól a rendezvény. Mi minden évben ez az országos rendezvény előtt-utána, ahogy éppen termünk és kapacitásunk van, meg szoktuk rendezni a mi kis négy csapatos tornánkat. Ez idén is megtörtént, nyilván legfontosabb ebben a tornában, hogy felmérjük, hogy az ország általunk talán a legjobbaknak például csapataihoz képest hol tart a mi kis csapatunk. Negyedik helyen végeztünk, semmi szégyenkezni való, én azt gondolom, hogy nincsen benne, hiszen egy olyan Vasas nyerte például maga biztosan a tornát, akik talán minden túlzás nélkül, és ebben a korosztályban még nehéz ilyeneket tényleg mondani, de az ország egyik, hanem a legjobb csapata, nagyon jó szerkezettel, nagyon jó adottságú lányokkal. Úgyhogy egy ilyen kis U12-es kétnapos tornánk volt, és megfelelőképpen zárták ők is a szezont ezzel. Janitól is kérdeztem, hogy lehet-e már érezni a játékosokon, szülőkön, edzőkön, hogy Nemzeti Kosárlabda Akadémia a PVSK. Ezt tőled is megkérdezem, hogy lányvonalon mi a helyzet? Hát eleinte sok kérdést kaptunk, ugye január 1-től kaptuk meg ezt a címet, nyilván azóta voltak szülői értekezletek, tájékoztatók, ahol ezeket elmondtuk. Címben ugyan változott a helyzetünk, de azt gondolom a napi munkában ebben ettől függetlenül nem dőltünk hátra, nem lett nagyon nagy változás. Az életünkben most a legnagyobb változás az, hogy a munkacsarnokot azt az idejében bízunk benne, hogy át tudjuk adni, és az egy igazi otthona lehet a csapatainknak. Akkor ez nagyon jó végszó volt. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Igaz, hogy nagyon nagy meleg van, de azért legalább ezt a szép pályát is láthatják a nézők is. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a következő szezonra is, a nyárra is, és bízom benne, hogy még találkozunk, ellátogatunk azért nyáron is hozzátok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez volt erre a hétre a Pálya Extra. Két hét múlva találkozunk, de ne felejtjék Pálya című magazinunkat sem. Viszontlátásra!